Sziasztok! Egészen különleges ez a haladó, középhaladó zen gyakorlat számomra, nem csak azért, mert ez a megtiszteltetésért, hogy Sunim felkért, hogy bevezetőt tartsak, hanem mert egészen pontosan másfél évvel ezelőtt két legrégebbi gyakorlótársammal ugyanitt voltunk zen táborba. Itt ismerkedtünk meg, aztán együtt mentünk haza, én voltam a sofőrjük, és összebarátkoztunk, és azóta sem sikerült így együtt, így gyakorolnunk, de most, másfél évvel később újra együtt vagyunk. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy eljöttetek velem, és harmadik utasomnak is köszönöm, hogy együtt jöhettünk. Tehát ez egy nagyon különleges középhaladó gyakorlat számomra, de mielőtt belevágnék, hogy honnan indult az én zen utam, elmondok nektek egy kis történetet a dongóról és a szákáról. Aki ismer egy kicsit tudja, hogy ahogy egy zen gyakorlótársam mondta korábban, Anita, pöröksz, mint a buszkerék, szóval szeretek nagyon gondolkodni és takarítani, és így volt ez ma is ennek a gyakorlatnak a mai munkaperiódusában. Fogtam a kis törlőkendőt, és úgy gondoltam, hogy a templom nyilászárójának a külső oldalán ezeket a gyönyörű kis koreai motivumú, nem tudom pontosan szúnyim, hogy hívják őket, kis faléceket elkezdtem így leportalanítani, nagyon jókat lehet közben gondolkodni. Aztán ebédidőre körülbelül úgy a felével végeztem, és akkor ebéd után Sunim szólt, hogy akkor kérlek, hogy bevezetőt tarts. Picit visszaugrunk időbe, pár héttel ezelőtt az otthoni zen gyakorlaton meditációja közben jött egy ilyen sugallat, hogy hamarosan lehet, hogy sorra kerülök. Elkezdtem ezen egy kicsit így meditálni, és felírni ilyen támpontokat, hogy mit szeretnék majd elmondani egy füzetbe. Ez a füzet otthon van. Mindig velem van, minden gyakorlatra elhozom, most otthon van. Úgyhogy jó, semmi gond, az ebéd utáni pihi időbe folytatod, Anita, jókat tudsz gondolkodni közben, szépen, és akkor meg lesznek a gondolatok. Így is lett. Még az is eszembe jutott, hogy páromat felhívom, hál' Isten nem voltak otthon, kicsit a gyerekekkel elutazgattak, tehát nem tudta volna befotózni a füzetlapokat, így hát jó, majd én kitalálom. Elkezdem a másik oldalát a templomnak takarítani, a kis ablakokat. Megjelent egy életemben nem láttam ekkora dongó. Nagyon hangos, nagyon félelmetes. Én egy ilyen nem túl magas létre tetején álltam, és akkor beleugrottam a tengerbe, és nyaraltam, majdnem. Lejöttem, elkezdtem egy kicsit bujkálni, egy kicsit úgy talán az univerzum nem fogott ennyire össze ellenem, és talán a beszéd bevezetője nem fog megcsípni, de hát nem is lett, és akkor így rájöttem, hogy jó, ez most csak egy ilyen próba volt, hogy oké, csinál tovább, gondolkodj, jön majd szépen minden gondolat, hogy mit kell mondani a bevezetőn. Arrébb mentem egy nyilászáróval, folytattam, majd ahogy így a fát, a kis antisztetikus rongyal töröltem, sikerült egy szálkát a kezembe kapnom, és akkor esett le valójában. Ez volt a legnagyobb zen gyakorlat ez alatt a középhaladó elvonulás alatt, mert mit próbáltam magamnak csinálni valójában, mit vonzottam be? Ne gondolkodj! Tehát pont ez a lényeg, hogy nem szabad ezen gondolkodni. Ideülsz, és adod magadat, az önvalódat, önmagadat, éppen ami jön. Úgyhogy ezt csak azért mondtam ezt a történetet el, mert aki ismer, tudja, hogy tényleg szeretek nagyon-nagyon felkészülni mindig mindenre. A főnököm a munkahelyemen mindig mondja, vorbereitung, mert ugye németes ügyfeleink vannak, ezért németül kell beszélni, és igaza is van egy meetingre, menjek be úgy, hogy igazgatókkal kommunikálok, legyenek azért pontok. De amikor valakinek adni szeretnék magamból, azt nem kell nagyon előkészíteni, vagy legalábbis nem annyira, mint ahogy ezt én elképzeltem ma. Úgyhogy ez volt a dongó és a szálka története, és akkor most kezdjük, hogy hogyan is indult az én zen utam másfél évvel ezelőtt. A kijárási korlátozások évében, tehát 2020-ban elkezdtem autót vezetni, tehát most arra vagyok 2 éves sofőr, és így hát a borozgatás, ami régen a kisgyerekes anyuka lét mellett hetente egyszer-kétszer sajnos nem állt meg egy pohárig, azért is szokás volt, az úgy kikerült az életemből. És körülbelül 3 hónapja vezettem, amikor nyáron az első Sunim Dharma beszéd linket megkaptam egy korábbi spirisuli társamtól, elkezdtem hallgatni, és hát nagyon-nagyon megfogott,
és elmentem életem első dharma beszédére, ami egy augusztusi napon volt egy jóga centerben, Budán, és ott emlékszem, hogy feltettem az első kérdésemet, ami meditációval kapcsolatos volt, aki szeretné, majd nézze meg, nem is az a lényeg. Ott Omkárával tartott a Szunyima az előadást, és utána oda mentem hozzá, és megkérdeztem a végén, hogy hogyan lehetne a templomba eljönni. És hát így indult, egy októberi zen táborban. Ha visszagondolok, hogy elértem bármit is, ha azt mondom, igen, hiba, gondolom. Ha azt mondom, semmit, az is hiba. De akkor mi történt ez alatt a másfél év alatt? Régebben volt egy olyan mottom, hogy akkor bocsáthatom meg egy hiba vagy egy bűn, ha nem követed el többször. Nekem volt két elég nehéz életszakaszom. Az egyik, ugye, mint említettem, függőségekkel kapcsolatos, tudatmódosítószerek és alkohol. A másik pedig, arról most nem szeretnék beszélni, de ha valaki elolvassa az énekeskönyvben a fogadalomtételt, ott az egyik elem arról szól. Általában ez a két hiba és családi örökölt karma feltételezte egymást, ha az egyik megvolt, hamarosan jött a másik is, és oda-vissza. És én mindig azt hittem, hogy ha nem követem el többé, akkor én ezzel rendben vagyok. De valójában ez egy ilyen tudati programozás volt. Ez még messze nem az volt, amit itt tanulunk és tapasztalunk. Itt én valójában nem csináltam más, mint akaratosan azt mondtam, hogy nem iszom többet, kész, autót vezetek. Tehát valójában nem haladtam meg ezt a hibát, vagy karmát, vagy ahogy tetszik. Nem láttam meg, hogy honnan jön. Ezt a meditáció alatt láttam meg. Nem mennék bele, mindenki átélte, tapasztalta, aki zengyakorló. Ez egy sokkal mélyebb és súlyosabb dolog, mint mi azt elképzeljük. És képzeljétek el, hogy eljött az szülinapon másnapján, januárban, hogy átéltem, hogy milyen az, amikor így tudatosul, hogy meghaladtad. Mert nemhogy már nem hozza azt, ha iszom egy pohár bort, hanem egyáltalán nem hoz lázba, nem kívánom meg. A másik hibáról már ne is beszéljünk. Rengetegszer tesztelt az élet, és sikerül úgy elkerülnöm, hogy valójában nem kell magam megerőltetni. Tehát ez a látás, amiről beszélünk, ez a meghaladás, ez csak gyakorlással. Én korábban más iskolába is jártam, szellemi oktatásban részt vettem, nagyon sokat beszélgettem a szüleimmel, a párommal, de valahogy éreztem, hogy ez egy ilyen visszafojtom magam, hogy nem követem el újra. Most viszont nincs mit visszafojtani, mert nem érint meg, nem ütközik belém, amikor jön az inger. Úgyhogy ez egy elképesztő nagy felismerés nekem az ember. Két hónap kivételével minden hónapban jövök, rövidebb, hosszabb elvonulásokra, hétvégékre. Lehet, hogy ezek ilyen egyesek számára banális vagy hétköznapi élmények, de például, amikor úgy kerülök el egy balesetet az M3-as kivezetőjén, hogy a tükörből úgy tűnik, hogy az a német gyártmányú nagyon gyors autó viszonylag messze van. Tehát fel tudtam mérni, viszont azt nem, hogy mennyivel jön, és azért nem sorolok ki, pedig indexelek már régóta, mert egyszerűen egy intuíció, vagy, hogy pozitívat is mondjak, amikor jöttünk le, még csak ketten voltunk az autóban, én hetek óta szeretnék egy budapesti csomóponton leszólítani egy artistát, aki ott ugye gyűjtöget adományt, mert a gyerekeim egyszer, mikor vittem őket suliba, oviba, mondták, hogy a szülinapomra elhívod őket, anya, és akkor mondtam, hogy majd valamikor, persze, és mindig úgy indultam el otthon, hogy na, ha ott lesz azon a bizonyos téren, igaz, pénz ott nem volt, de hát akkor majd jól letekerem az ablakot, és megszólítom, és soha nem jött ez a pillanat. És most, hogy jöttünk le ide, csütörtök délután, láttam már messziről, hogy ott van, és csak annyit kértem, legyen piros lámpa, piros lámpa volt, lehúztuk az ablakot, odaadtam az adományt, és mondta, hogy igen, már olyan régóta kész kéne legyen az a névjegykártya, köszönöm, legközebb, ha jössz meg lesz. Tehát, hogy ilyen intuitív dolgok, és vagy például, amikor itt voltam tavaly a negyedik negyedében valamikor egy elvonuláson, és pont dharma beszéd előtti egy órában kellett azt mondanom Szunyimnak, hogy köszönöm,
most a családom fontosabb, a párom nagyon lázas, két gyerekkel otthon, és nagyon szeretnék maradni, de elmegyek. Én életemben nem voltam olyan hálás magamnak, hogy nem kellett gondolkodni, és biztos van valaki itt köztetek, aki itt volt akkor, és azt mondta, hogy hidd el, jól döntesz. Pedig csak egy Covid-oltást kapott, csak hát kicsit máshogy hatott rá, mint egy átlag emberre. Úgyhogy ezek fantasztikus tapasztalatok, és én mindenkit arra buzdítok, hogy tapasztalja meg ezt. Szoktam beszélgetni egyik kolléganőmmel, és mindig mondja, Anita, olyan jó, hogy te ezt tanulod. Van tényleg, akinek ez az intuíció így működik, de én nem voltam közéjük, tehát nem közéjük tartoztam, hanem nekem ezt gyakorolnom és tanulni kell. De én azt mondom, hogy ez működik, nagyon működik. Egy átlagos hétköznapom úgy néz ki, hogyha én viszem a gyerekeket reggel, akkor felkelek körülbelül 4-5-kor, elindítom a virtuális gyakorlatot, amit ugye a Sangha Facebook csoportjában elérhetünk a mai napig, és 5-től úgy, mint itt a templomban, azt végigcsinálom, annyi, hogy nem hangosan mantrázok, ugye fülembe a fülhallgató, hanem egy olyan helyiségbe, a lakásba, ahol nem ébresztem fel a családot, és akkor elindul a nap, és nem mondom, hogy nem lesznek kihívások, nehézségek, fájdalmak, bánat dolgok, de teljesen máshogy érintenek, vagy adott esetben nem érintenek meg, és jelen tudok lenni. Ha pedig a párom viszi a gyerekeket, akkor elmennek 7:30 körül, és én 8-kor munka előtt, 9-kor van a munkaidő, megcsinálom az zengyakorlatot. Ez a nagyon kihívásos időszakban nem így van, hogy minden nap tudom csinálni, de egyébként törekszem rá, hogy minden nap legyen zengyakorlat. És azt is elkezdtem már gyakorolni, hogyha látom, hogy nincs időm, akkor a mantra az megvan, azt valamilyen tevékenység közben is tudom tenni, vagy akár volt már olyan, hogy a munkahely, most újra bejárhatunk az irodába egy ideje, a munkahelyen félrevonulok, és akkor pár leborulás, és egy ének valamelyik, és már is, amikor látom, hogy ez 3 napra nem fér, ez a rengeteg tennivaló, de mégis belefér abban a napba, úgyhogy nekem nagyon-nagyon sokat adott, és most már nem tudnám elképzelni a hétköznapjaimat, és annál szebb dolog pedig végképp nincs, amikor a kisebbik lányom, aki 5 éves múlt, látja, hogy anya egy kicsit éppen a plafonon van, odajön, elkezdi masszírozni anya hátát, mert tudja, hogy azt nagyon szeretem, és akkor rám néz, Gáté, Gáté, Pára, Gáté, de ezt már egy dharma beszéd után megkérdeztem, ugye, kedves zenmesterünket, hogy, és meg is van a válasz, és köszönöm szépen újra és újra, most már ott tartunk, hogy az ölemből, hogy nem hagy egyedül meditálni, tehát a 30 perc első 5 percét az ölembe ül, utána fogja, elmegy, becsukja az ajtót és játszik tovább, de az első 5 percét ott üli anya ölébe, úgyhogy hát a nagyról nem is beszélve, ő sportversenyekre jár, megnyeri őket csapattal is, egyénibe is, és minden színpadra lépés előtt, gyere csak Lili, és a Gáté-Gátét elénekeljük, és hát elképesztő hatása van. Voltak már itt lenne a templomban, tavasszal elhoztam őket, és bízom benne, hogy idén is elhozom őket. Abba is bízom, hogy több gyakorlótársam gyerekeivel esetleg majd itt bandáznak, hát majd elválik, hogy mit hoz a jövő. Amit még mindenképpen magamnak, és bárkinek, aki nyitott rá, ajánlok, hogy ne várjuk meg, amíg dongó és szálka kell. Tehát ezt a fajta tudatállapotot, ezt a fajta letisztultságot sehogy máshogy, mint a zen meditációval. Amit még megtapasztaltam az egyik ilyen középhaladó után, az a fajta érzés. Igen, régen színesítettem a belső felhős égboltot tudatmódosítókkal, és mentem haza innen, és így nem hittem el. Vezettem az autót, és azt mondtam, hogy hát ez hihetetlen. Ez olyan, minthogyha most ez tényleg egy tudatmódosult állapot lenne. Annyira harmonikus volt az egész kép, és ahogy éreztem magam, az a kiüresedett állapot, ugye rengeteg ember azért használ ilyen szereket, fiatalok, idősek egyaránt, mert vágyják azt az állapotot, hogy nincsenek rossz gondolatok, rossz érzelmek, akkor ez úgy egy kis időre, nagyon komoly mellékhatásokkal, másnappal, harmadnappal, negyednappal, de úgy tűnik, hogy feletteti. Ennek viszont nincsen másnapja, nincsen rossz harmadnapja, igaz, lehet egy kicsit ettől is függővé válni, de hát én azt gondolom, hogy ez a függőség a legjobb, ami lehet az életemben.
És ami még eszembe jutott ma itt a kis aprólékos takarítgatás közben, nem véletlenül választottam ezt, és nem valami olyat, ami nagyon nagy pörgést igényel, hogy leizzatok, ahogy itt másfél éve mindig is láthattátok, akik látták, hogy csinálom. Mert szerettem volna megfigyelni, hogy amit utálok otthon is csinálni, ezeket a kis nagyon sziszifuszi dolgokat, most milyen hatással van rám. És ugye jött nyilván a dongó meg a szálka esete, ahhoz egyébként segítséget kértem, és köszönöm szépen, hogy ki tudtad nekem szedni, hogy van az a mondás is, hogy amint bent, úgy kint, ugye? Tehát, hogyha én elkezdek egy picit lelassítani valami tevékenységet, jó esetben valami azért belülre is hat, és ez megvalósult, hiszen utána, ahogy eltöltöttem egészen mostanáig a délutánomat, nem volt a pörgés jellemző. Annyi, hogy csináltam nyilván leborulást, hogy itt most úgy tudjak ülni, ahogy az méltó, az alkalomhoz, hozzátok hozzám. De azt gondolom, hogy ha szeretnénk valamelyik területen fejlődni, akkor, és nem tudjuk, hogy hogy induljunk, akkor nézzük meg, hogyha elindulunk kívülről befelé, vagy belülről kifelé, hogy esetleg egymásra így hatnak. Úgyhogy nekem ez egy óriási felismerés volt, és ezt otthon is alkalmazom már, hogyha lassítani szeretnék. Igaz, még nem így a takarítással, hanem egyéb tevékenységekben, de hát a jóga az, amit most újra elkezdtem, és ezt nem lehet nagyon szavakkal leírni, hogy mennyire más az életminőség, az életstílus, hogyha ilyen mozgást választok, nem pedig a megszokott. Toljuk keményen, kardió, egyebek, úgyhogy hát nagyon komoly felismerések így az elmúlt másfél évben. És ami még egy érdekes dolog, hogy azok a gyakorlótársaim, akik néha őszintén, tudom, hogy jó és jobbító szándékkal mondtak az elmúlt másfél év alatt olyan dolgokat, ami rosszul esett, ma már nagyon hálás vagyok. Ők most nincsenek itt, de járnak rendszeresen, és nekik is köszönöm, hogy próbálnak ébrezgetni. És hát mindannyiunknak azt kívánom, hogy ébrezgessük magunkat, egymást, és nagyon köszönöm azokat a tükröket, nagyon köszönöm azokat a rendre figyelmeztetéseket, aminélkül ez nem egy olyan hely lenne, amilyen, és amilyennek tapasztaljuk, és amiben így gyakorolhatunk együtt.